Üdvözöljük kedves nézőinket a kifőzte soron következő műsorán. Ünnepek után előtt közbe, de itt szilveszterre hangolódva, vagy akár másnap is. Sütünk malacot? Nem malacot, nem, mert az elszaladt, de az egyik részét itt hagyta. Egy szűzpecsenyét fogunk készíteni. Igen. De a lencsemán beázva főzik, amit főzöm, nem én, mármint a gáz. Tudom, a gáz. Én csak figyelem. És fogunk hozzá készíteni egy érdekes kis mártást, ami először furcsának fog tűnni, de ha megkóstoljuk, azért az mégis csak az lesz. Ez nem más, mint a savanyúkáposzta mártás. Ez egy tejfölös, tejszínes, hagymás mártás lesz. Kicsavar savanyúkáposzta van itt a kis fazékban, a beáztatott lencsén fő, babérlevéllel hagymával, kicsi sóval, varázsoltam addigra egy kancsó vizet, felengedem ezt a... Ehhez is ért. Mindenhez. Összekevertem szépen, és akkor... Te hol a ruhám? Szűzről. A ruhád rajtad van, drága, ha azt keresed. Na, meg vagyok. Lényeg az, hogy a lencsét ne főzzük túlságosan szét, mert szeretnénk megjeleníteni a tányéron magát a lencsét is. Tehát a formája az maradjon meg. Van egy kis kanálkám. A munkor ezt megint nekem jut. Nekem kell a szűzzel bánni. De én ezt a kettőt megcserélném, mert ez már szépen fő. Figyelj, amit akarsz, azt csinálsz. Én a szüzet lehátyázom, Nagyon szépen felfőzni. És ha fel fog főni, fogom hozzátenni a tejfölt, illetve a úri szomszédom előtt lévő tejszínnel, majd egyszer ideadja, de úgyse fogja ideadni. Nem beszélek vele. Olyan, hogy finom vajfú ez a hús, hogy arról híres a szűzpecsenye. Arról híres a szűzpecsenye, hogy nem szabad megsütni. Mármint 100%-ig. Elég, ugye? Hát ha a fiúk úgy esznek, mert mind vegetáriánus. Igen, te abszolút. Vagyunk itt ketten. Abszolút vegetáriánus csapata. Egyre jobban örülök a társának, érted? Egyre jobban örülök nekik, hogy most már nem esznek hús. Hát Istenem. Tejszínt is elkérhetem? Ez az? Igen, az. Majd kicsavarjuk belőle a tejszínt. Beleöntöttünk egy fél decinyit, elkavarom és semmi más. Egy jó 20 perces főzési idő után egész egyszerűen csak botmixerrel át kell krémesíteni. Kicsit kiforraljuk és egy nagyon kellemes kis sejmes mártást fogunk belőle kapni. Persze csak ez mind akkor fog érvényesülni. Sikerülni fog, akkor fog érvényesülni, ha nagyon finom, gusztusos szűz lesz hozzá elkészítve, mert anélkül az egész nem ilyen semmi. Ez nem kérdés, tudják keresni, ez nem kérdés, hogy milyen lesz a szűz. Szilveszterkor disznón kívül mit lehet még enni? Malacot. Azon kívül. Kórhelyleves másnap. Kórhelyleves másnap. Lencsefőzeléket másnap. Hagyományok szerint? Ugye a csík az elkaparja. A malacot még kitúrja szerencsét, igaz? Ezt kell róla tudnunk. De a malac kitúrja nekem a szarvasgombát is, úgyhogy én azért is szeretem a malacot. És sütemény? Süteményt érem. Elhagytuk a karácsonyt. Ami megmaradt az ünnepekről, vagy az abból lesz az a mágyarakás, ugye? Abból lesz a mágyarakás. Kókuszkocka. Kókuszkocka. Kókuszgolyó, bocsánat. A minyon, de most hagyjuk teljét. Tehát azon kívül, hogy esetleg sóstanglit, vagy tepertős pogácsát, vagy káposztás pogácsát, ezen kívül valamilyen jellegzetes süteményünk igazán van. Farsangifánk. Farsangifánk, persze. Hát azt egy kicsit arrébb hozzuk, két és fél hónapot. Olyan jó hangzott. Csalunk. Jó, Istenem, azt el is zárhatnánk szerintem, mert nem szeretném, ha a J-A elzárva. És ez be is van sűrűsödő, így hogy van? Ezt nem kell tovább főzni, drága. Tessék. Elkészült. Szenzációs. Nem szenzációs, mert az ízét azt még nem kóstoltam. Kanalat pedig eldugtad. Csipeszből van 40. 40 csipesz. Az a rendőr, hogy tudják. Több csipesz van, mint szelethús összesen. Én nézzük, hogy melege az olaj. Egy picit dobunk bele. Még nem. Hát tudom, sótlan. Tökély, ez maga a tökély. Nekem tökéletes. Most már lejjebb veszem hát, egy kicsit. Hát talán, ha én főztem, akkor az ember kicsit, kicsit lejjebb veszem a káposztát, mert szépen felfőtt. Nem akarod betekelni esetleg békönbe? Már ott van? Nem. Nem. Úgyis menj róla, hallod? Nem, azt megsütjük külön hozzá. Persze. De akkor
két serpenyő közös sütcsű, nem tudunk. Nem, így békén csak szétjük ki békén, teszünk bele így. Jó, az olyan szép rusztikus formában, tudod? Rusztik. A rusztikuson mindig azt teszem, hogy nem biztos, hogy rusztikus, lehet, hogy csak koszos. De azt mondjuk, hogy rusztikus, sokkal rusztikus. Jobb hangzik, azt mondjuk, koszos, szép nem? Rusztikus a tégla is, ha megmosnád esetleg. Akkor új lenne. Akkor új lenne. Tálalni mire szeretnél? Tudom, hogy tányérra. Én dolgoztam. Te dolgoztál? Igen, elkészítettem a tányért hozzá. És mióta nem dolgozol? Hát már évek óta, csak azóta csak ugorom a szakmát. Nekem most nincs is más dolgom, csak azt, hogy figyeljelek. Na jó, azért. Annyit segítek, hogyha esetleg megsülnénk, mielőtt bármit mutogatnál. Ide tudjuk majd nyugodtan kitenni a husikát. Szerintem már jó, de még nem. Most ez mi volt ez a... Hagyjuk még kacsüljön? Ráolvastam. Ja, ráolvastam. Abszolút. Az úgy igazán nem fog kipirulni, de elfogadom. Tehát így is el lehet készíteni. Örök dilemmaként. És az egyszerűbb. Ja, így egyszerű. És azt meg nem csipesszel szednéd, hanem a kezeddel. Úgy érdek, hogy újra emlek, hogy ne szokozzam már. Ja, így sokkal modernem. Akkor forgassuk meg a húzikát. Sikas hús lesz. Azzal nincs is semmi gond. Ennek a húsnak is megvan a maga kis sütési ideje. Tehát az oldalanként 3 percet tartjuk be, és utána, ha lefedjük, ez át tud húzni ez a hús. Tehát a belsejében igazán a vérmennyiség úgymond eltűnik. Az elég is nem lesz. Eltűnik, hanem megkeményszik, felszívódik benne, de nem marad ugyanakkor száraz a hús. Ezeknél a húsoknál elsődleges dolog, amit el lehet rontani, hogy nagyon-nagyon szárazra sütik. Aki szereti, annak jó étvágyat, én inkább megmaradnék ennél egy kis kellemes, szaftos változatánál. Akkor most már jó lesz a tűzésnél, csak lassan, ugye? Inkább én a szalonát szedném ki elsőnek. Hát de azt mondom, nem fog kipróbálni, azt mondom, nem tudjuk, azt mondtad. Hát elmondom, ezelőtt ez egy 40 perccel volt, mert nekem addig krémé változott a káposztám. Egy ilyen kellemes kis krémes állag jött ki. Én az enyémeket elzárnám. Tessék! Én nem tudok tálalni. Ja, én nekem kellene tálalni? Hát a munkod annál megcsináltam, érted? Valami te is dolgozzál, te is dolgozzál. Azt mondta a kollega, ő elintézte a tányért. Azt elintézte. Csak melyik végére fogunk tálalni, azt még nem tudjuk. Tisztára! Tisztára. Akkor először megtakarítjuk a tálat. Én már elrakom a húst. Te majd a húst szeretnéd rátenni. Hova szeretnéd tenni a húst? Oda fogod tenni a húst, mert máshova nem fogom engedni a húst rakni. Úgy is van, nézzük, hogy éhesen bevárja. De nem ehet el olyat, de nem érted? Éhesen bevárja, mennyi éhesen bevárja, mondd már rá. Te ilyet nem ehetsz. Másnapos gyomornak ez nagyon jó. Most csak azért nem ettem, mert lehet, hogy mi is ezt fogjuk enni. Sőt. Nem túlozom el azért a tálalási mennyiséget, nem tudom, észreveszed-e. Akkor 1, 2, 3, 4. Jaj, de szép lesz. És ehhez nem adunk csípős paprika díszítést, és nem teszünk rá petrezselyemet. Ó, pedig akartam kicsit. És akkor se teszünk rá, mert ő ezt szeretné. Kaprot meg még azért se. Na jó, tegyünk rá petrezselyemet. Tegyünk olyan fokó, egy kis paradicsomot, vagy egy kis nasi költét. Nasi költét. Miért szeretnéd te egy viszonylag savanykás, ha legalább a tányér szerész, szóval fűszerpaprikán, étemét csinálják, azt csinálják legalább. Fűszer, meg hozzak hozzá káposztasalátát, meg céklát. Na jó, viccet félretéve, az valamikor tényleg kedves nézőink, nagyon jó volt. Kedves nézőink, elkészült a szűzpecsenye, savanyú káposzta mártással és lencsével. Mindenkinek ültékénye az ételhez. És békönne. És baconnal, bocsánat. Békönne. Jó étvágyat. Viszont hátos a ültét kívánunk.